Gyenes Diáson gyönyörű környezetben, a kármelita nővérek kolostorában tartják immár 10. éve az ikonfestő tábort. A hely szellemisége kiválóan passzol ahhoz az emelkedett lélektani állapothoz, mellyel az alkotni vágyók ideérkeznek, és ahhoz a gondolathoz, hogy az ikonok feladata jelenvalóvá tenni a láthatatlant, elmondani, tanítani. A szervező maga is úgy éli meg ezeket a napokat, mint a következő egy évre való lelki feltöltődés időszaka. Az ember készít egy csodálatos szentelményt, ugye a tábor végén megszentelik ezeket az ikonokat, és mivel mi az, aki életre hívta ezt az ikont, ezt a szentelményt, ő az első, aki imádkozhat ehhez a szentelményhez. Tehát mindenképpen egy lelki üdvösség, egy áldás jár ezzel. Ez az egyik szintje. A másik szintje, azt hiszem, hogy a személyiség fejlődése szempontjából is nagyon hasznos, mert ez a munka nagy türelemre tanít, egy belső koncentrációra tanít, itt nem lehet kapkodni, itt teljesen oda kell koncentrálnunk, mert ha elkalandoznak a gondolataid, akkor abban a pillanatban elrontod. Tehát egy sűrű, komoly koncentrációs folyamat, és nagy alázatot is tanít az embernek, hogy türelmetlenül, idegesen nem lehet hozzányúlni egy ilyen ikonhoz. És ami nagyon fontos még, hogy egy konfrontációs folyamat is. Tehát egy hosszú ideig, amíg a kép el nem készül, benn vagyunk egyfajta ilyen belső meditációs állapotban. Tehát szerintem lelkileg nagyon sokat ad ez a tábor. A tábor vezetője Zolcsák Miklós atya, aki Debrecenből érkezett és több mint 25 éve foglalkozik ikonfestészettel. Ő az 5 nap alatt lelki és technikai értelemben is támasza a résztvevőknek, most nem csak a táborozókat, de kérésünkre minket is bevezetett az ikonfestés alapvető fortéjaiba. Mint elmondta, az ikon egy görög eredetű szó, jelentése képmás. Annak a képmása, amit Jézusról kimond az egyház, hogy Jézus Krisztus a ikonok világának a ős típusa, prototípusa, hiszen Jézus megtestesült, a mennyi atyának a megtestesült második isteni személy, a Szent Háromság egy Istenben. Tehát a láthatatlan Isten képmása, és ebből adódik a görög szó is, hogy mint ikon képmás, abból is a teológiájából is, hogy mi Isten ikonja vagyunk, és minden Isten ikonja az Istenre utal. És a megfestett ikonok is elsősorban Jézusra, Máriára, szentekre vonatkozik, és ezért tudjuk mondani, minden ikon a Istennek a képmását is jelenti. Az ikonok úgynevezett fordított perspektívát alkalmaznak, mint egy Isten szemszögéből mutatják nekünk a világot, több nézőpontból, mely nézőpontok aztán a szemlélőben érnek össze, lelnek mondani valóra. Nem a immanens világot akarja megjeleníteni, vagyis e világot, hanem a transzcendens, az örök országot akarja megjeleníteni. Ezért egy érdekes és misztikus jellege van az ikonoknak, mert nem a e világnak a sajátosságát, hanem éppen a e világban lévő ember fölnéz örökkévalóságra, és az ikonok is ezt akarják számunkra adni, hogy az örökkévalóságra akarnak utat mutatni, és ezért is érdekes, és ezért is sajátos a művészetnek. Az ikonok másik jellemzője, hogy egyszerre több eseményt ábrázolnak, melyek gyakran térben és időben is eltérnek egymástól. Ez az időtlenséget, Isten örökkévalóságát szimbolizálja. Akár egy karácsonyi ikon, időben a Szentírásban más-más időt olvasunk, vagy értesülünk az eseményről, de az ikonok világ éppen egy időben teszi, mert az isteni örök világosságot nincs múlt. Örök jelen van, és az ikonok ezt az isteni világot, az örök jelenlétet akarja megvalósítani, megfesteni a maga egyszerűségével, vagy éppen a változatosságával. Ezért is van, hogy egy időben különféle eseményt hoz össze, vagyis
örök jelenlétet akar már itt számunkra adni. Az ikonokat különleges formavilág, a színek és a fények egyedi megjelenítése jellemzi. Nem használnak árnyékolást, mint egy belülről ragyog a festmény. Van egy ikonfestőkönyv, amit néhány száz évvel ezelőtt adtak ki, az meghatározza az ikonok a formáját. Tehát ahogy a Biblia kanonikus írás, ugyanúgy a Szentírás jelképezi az, hogy nekünk hozzá kell igazodni, amit a Szentírás mond, abba kell hinni. Az ikonok világának pedig a ikonfestőkön meghatározza ikonok a formáját, vagyis kanonikus ikonokat kell festeni, ahogy az egyház elfogadta. Ez az egyik formavilág, a másik pedig a színvilág, amely jelképezi azt, hogy akár Jézusnak a színvilágában négy szín határozza meg, az aranyszín, ami az istenséget jelenti, az isteni örökkévalóságot, a romolhatatlanságot, tisztaságot, amely a háttér és a glória, és jelenti még Jézusnál a két szín, ahogy Jézus istenfia és ennek két természete van, ember és isteni természete, a két szín, a kék és a bordó téglavörös, azt jelképezi az isteni szint és a bordó az emberi természetet. És ez mind-mind utal arra a teológiai magyarázatra, hogy Jézus Krisztus istenfia. Az ikonkészítés folyamata természetesen meglehetősen bonyolult, maradéktalanul csak is egy mestertől lehet eltanulni. A legfontosabb első lépés azonban a lelki felkészülés, csak ezt követheti a technikai kivitelezés. Ezek a lépések azonban szorosan összefornak. A kettő együtt van, a lélek és a technika. Tehát a ikon művészetben nem lehet szétválasztani, a kettő együtt van. Tehát kell lelkület, éppen ezért van minden nap szentmise, ezért van minden nap imádsága való kezdés, ezért van kis előadás, imádság, és majd később énekelni is fogunk akaptisztoszt. Tehát ezért is van, hogy ezzel kezdjük, ez az alapja, mindennek az alapja a lelkiség. És a másik része a technikai rész, hogy ki hogyan, milyen szinten tudja a technikáját itt a ikonfestészetben megvalósítani. A harmadik pedig az anyag és az eszközhasználat, hogy milyen anyagot, milyen festéket és milyen ecset, készlettel dolgozik az ikonfestő. Van egy szabadság, de van egy elvárás. A szabadság az, hogy milyen anyagot, általában a tempera vagy akril, vagy korábban még tojáspor festéket használtak, de most itt tempera, tubusos temperát vagy akrilt használunk, és a szabadon használható ecseteket választ a ikonfestő. Itt megint meghatározza, hogy az anyag és az eszköz használatot hogyan tudja ezt megvalósítani. Ennek függvényében tud szép vagy gyengébb munkát készíteni. Miután megtaláltuk szellemi motivációnkat és a hozzánk közel álló jelenetet, kezdődhet a munka a fatábla előkészítésével, a gipsz alap elkészítésével, majd a fő körvonalak bekarcolásával. A tábor idei témája az örömhír vétele, melyet mindenki egyedi módon a saját gondolatvilágát beleszőve ragadott meg. A helyszínt a kármelita nővérek biztosítják, akik nagy szeretettel fogadják be az alkotókat. Erzsébet nővér maga is csatlakozott a festők táborához. Ez az első alkalom, hogy én kőre festek. Általában én is ugyanúgy, mint a többiek, deszkára festettem. Az atya kérte meg arra, hogy nekem jó lenne, hogyha festenék egy ilyen. Ez az első. Kicsit nehéz, nehezebb, mint a fára festeni, de remélem, hogy sikerül. És egyébként ez az első alkalom, hogy így be tudtam ülni a festéshez, mert általában nagyon kevés időm volt. Már festettem többet is, de ez most nagyon, nagyon tetszik nekem a kő. Mit mondhatunk ennek az ábrázolás módjáról? Hát elsősorban a lepelen van Jézusnak az arca. Kicsit nehezebb volt nekem ezt megfesteni most, mint a szűzanyát, amit eddig festettem. De
remélem, hogy sikerülni fog. Elsősorban én megnézem mindig, hogy milyen az a színvilág, amit általában az ikonok ábrázolnak, tehát ahhoz próbálok igazodni többé-kevésbé, amennyire sikerült. A szervezők hangsúlyozták, hogy ez nem egy profiknak szánt tábor, hozzájuk bárki bátran csatlakozhat, az esetleges technikai hiányosságokat mindig kitölti a lelkesedés és a lelkiség. Többen is visszatérő vendégek már az alkotótáborban. Én már negyedik alkalommal veszek részt. Hát részben érdekelnek a művészetek, meg a hitéletem erősítése céljából is vagyok itt. Nagyon hálás vagyok az atyának ezért a csodálatos egy hétért, és nagyon hálás vagyok a nővéreknek, hogy helyet adnak, otthont adnak nekünk. Úgyhogy ez egy csodálatos alkalom, mindenkinek csak javasolni tudom. Személy szerint önnek mit ad ez a tábor, mit is nyújt ez? Hát nekem egy hét teljes kikapcsolódást, lelki, testi megerősödést ad őszintén szólva, mert rendkívül fontos számomra az ikonfestésnek nem csak a művészi, technikai, kreatív része, hanem a szakrális része is, mert az atyásról nagyon sok teológiai előadást is hallunk, úgyhogy ez így együtt egy csodálatos dolog. Erről az idei munkájáról mit mondhatunk el? Hát most még nagyon az elején vagyok, úgyhogy hát remélem, hogy kiteljesedik majd. Ez egy szűzanya. És van egy másik, ami tulajdonképpen ennek a hétnek a témája, az örömüzenet. És hát szeretnék két ikont elkészíteni és befejezni. A résztvevők köre változatos az ország egész területéről, de határainkon túlról, még Horvátországból és Németországból is érkeztek alkotók. Ennek köszönhetően a 10 év alatt az ikonfestő tábor egy kis plébániai közösségből európai szintű műhelyé vált, ahol minden évben egy héten át a lelki feltöltődésé a főszerep. A Gyenesdiási Művelődési Házban egy kiállítás is nyílik majd az elkészült alkotásokból, melyet bárki megtekinthet a nyár folyamán.